Kedves nézők, a háttérben dr. Nagy Lajos aljegyzővel a hatáskörébe tartozó feladatokról fogunk beszélni. Hát lesz miről, és mindössze 8-9 percünk van. Köszöntöm a jegyző úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meg. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Rögtön vágjunk is bele. Közterületfelügyelet és aktualitások. Nagyon sok aspektusból lehet ezt vizsgálni. Ez így igaz, a közterületfelügyelők sok mindent vizsgálnak a városban. Elsősorban nyilvánvalóan a közterületek rendjét felügyelik, ahogy ez a nevükben is benne van. Ezen belül természetesen ellenőrzik a különböző közlekedési szabálysértések elkövetését, például a megfelelő helyen való parkolást. Ebben a tekintetben talán, amit ki tudnék emelni, mint leginkább elkövetett szabálysértés, az például a mozgáskorlátozott parkolóhelyen történő jogosulatlan vagy engedély nélküli várakozás, ezen túl a megállni tilos, várakozni tilos tábla hatálya alatt történő szabálysértések, illetőleg a zöld felületeken, zöld területekre való jogosulatlan parkolás. Ha már zöld felületeket említett, ha valaki kialakít akár az ingatlan előtt zöld felületet, nyilvánvalóan szeretné megvédeni, és ez teljesen érthető, de azért ez nem mindegy, hogy hogyan teszi. Így igaz, itt a leggyakoribb szabálysértés, amit el szoktak követni, hogy védve a nagyon szépen ültetett füvet, körbe rakják különböző tárgyakkal, karóval, oszloppal, nagyobb szikladarabokkal. Ezek sajnos, vagy nem sajnos, nyilván logikus okból szabálytalanok. Ezekre is felhívják a kollégáim a figyelmet, illetőleg bírságolható ezekben az esetekben az, aki ezt elköveti. Tekintettel arra, hogy sokszor már magából az út testből is elfoglalnak ezek a tárgyak részeket, és ott, hogyha valami baleset történik, vagy károkozás, azért természetesen az felel, aki elhelyezte ezeket a tárgyakat oda. Zöld felületen megállásért, parkolásért is nyilván jár a büntetés. Így van. Mit tegyünk, hogyha nincsen épp ott a közelben parkoló? Hát sajnos ez nem mentesít senkit, arrébb kell állni és egy picit többet sétálni. Gyakran előforduló szabálysértés ez is. Elsősorban akkor, hogyha bizonyos intézményekben nagyobb rendezvények vannak, akkor természetesen... Hát ott vannak bizony akkor tumultuózus jelenetek, nyilvánvalóan. Például a sportcsarnok, gimnázium környéke, de említhetném bármelyik iskolát, ahol éppen nagyobb rendezvény van. Ugye van egy olyan jó emberi tulajdonság, hogy mindenki a legközelebb próbál parkolni a bejárathoz. Ebből adódóan nyilvánvalóan egy idő után elfogynak a parkolóhelyek, és akkor ilyenkor szokott jönni az a nem megfelelő magatartás és megoldás, hogy olyan felületeket is igénybe vesznek, ahova viszont nem lehet parkolni, és ebben az esetben nyilván nem esik jól, ha a kollégáim pedig ott hagyják a kis csomagot az autón. Amikor itt beszélgetünk, háttérben mindig el szoktuk mondani, szinte minden esetben árkok, kártereszek, kapubejárok karbantartása. Ezekkel hogy állunk most? Ezt azt hiszem nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ez a ingatlan tulajdonosának a feladata. Ugye ezt jól mondom. Igen. Ugye nyilvánvalóan ezt is figyelik a közterületfelügyelők. Ezzel például hogy állunk most per pillanat, vagy útkereszteződések beláthatóságát, illetően azt még azt hiszem nem említette, vagy említette? Még azt sem említettem, így van, de visszatérve az átereszek árkokra és a kapubejárók létesítésére, folyamatosan javuló tendenciát mutatnak azért a tekintetben a lakosok, és ismételten is nem győzöm felhívni rá a figyelmet, hogy ezeket előzetesen engedélyeztetni kell, és itt mindig elmondom, hogy nem azért, hogy most végre szülessen egy papír, hogy ezt is engedélyeztük, hanem pont annak megelőzése érdekében, hogy jól készüljenek el ezek a kis védművek, vagy nem is tudom, ilyen parkolásra szolgáló területek. Így például ezekben az esetekben kérünk egy kis rajzot, ami jelzi és egyeztetést a tekintetben, hogy merre kell kilejtetni például egy kapubejárót, hogy megfelelő módon elfolyjon a víz, és mondjuk ne legrosszabb esetben előttünk, de sok esetben a szomszéd előtt álljon a víz. Úgyhogy ezeknél arra hívnám fel a figyelmet, hogy van egy kiváló kollégám bent a hivatalban a második emeleten, akinél előzetesen engedélyeztetni kell ezeket a kapubejáró létesítéseket, árok lefedéseket. A belátható vagy beláthatatlan útkereszteződések kapcsán pedig... Lassan itt a tavasz, és ismét van, itt a tavasz, ismét lombosodnak. Igen. A fák, a bokrok. Ez a tulajdonos, illetőleg az ingatlan használó kötelessége, hogy megmetsze időnként, és figyeljen arra, hogy beláthatóak legyenek ezek a kereszteződések, mert ugyanúgy, ahogy az engedély nélkül szabálytalanul kihelyezett tárgyak által okozott kárnál, itt is a tulajdonos, illetve az ingatlan használója fog felelni ezekért. Ami a mezőrséget illeti, most vannak-e idén jellegű feladatai?
Hát most, hogy jön egy picit a jobb idő, talán kevésbé, ugye eddig főleg a téli időszakban a fatolvajlások, amelyek egy sláger lehet mondani, és abban történik a legtöbb. Ez most ritkul. Ez most biztos, hogy ritkulni fog, hiszen egy kicsit megengedett az idő, ilyenkor talán kevésbé találkoznak ilyen elkövetőkkel, de ez szinte rendszeres és folyamatos a tél folyamán. Szúrópróbaszerűen járják, mindig elmondom természetesen ezt az óriási külterületet, hiszen Szegléd városának azért országos viszonylatban is az egyik legnagyobb külterülete van a városok között, illetve a települések között, úgyhogy szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és ezen belül a különböző jogellenes cselekményeket próbálják megakadályozni, de én azt gondolom, hogy már a jelenlétükkel felmérhetetlen az, hogy mennyi bűncselekményt vagy szabálysértést akadályoznak meg preventív módon. Hogyan állunk most az illegális hulladék lerakással? Óriási harcot folytatunk az illegális hulladékot lerakókkal szemben. Ez, hát mondanám, hogy szémalomharc, és valóban talán ez az igazság. Ugye itt nem fogjuk feladni, ez biztos. Itt igazából ugye szinte csak a tettenérés az, ami megoldást jelenthet, vagy konkrét eredménnyel kecsegtet. Ez azonban, mint ahogy az imént említettem, ekkora területen és ennyi emberrel igen-igen nehézkes feladat. Még így is volt rá azért példa, illetve a másik, hogy megpróbáljuk kisilabizálni az elhelyezett szemétből azt, hogy körülbelül ki lehet annak a tulajdonosa. Ilyen eset is, 15 esetben tettünk feljelentést egyébként a tavalyi évben, és eljárás indult, és nem egy esetben eredménnyel zárultak ezek az eljárások. És ezt a hulladék elhelyezést ezt lehetne legálisan is intézni, hiszen, abszolút, így van. Hiszen megvan ennek az útja és a módja, de erről Hírmondóban is írtunk, sőt, cegléd.hu-n, a város honlapján is van. Így van, a város honlapján is megtalálhatóak azok a hulladék udvarok, illetőleg hulladék lerakó helyek, ahol el lehet helyezni a különböző típusú hulladékokat. Ez azt hiszem egy tavaly októberi ingyenes ceglédi Hírmondóban is összefoglalóan megjelent, de a város honlapján is megtalálható, illetőleg a hulladék szolgáltató cégek weblapján is el lehet olvasni. Ott van a nyitvatartás, ott van, hogy milyen típusú hulladékokat hol lehet elhelyezni. Tehát sokszor nem is értjük mi magunk se, hogy amikor elindul valaki, autóba tesz ilyen hulladékot és kiviszi az erdő szélére ugyanazzal a lendülettel, bizonyos mennyiségig ugye ingyenesen egy személyigazolvány, egy lakcímkártya bemutatásával elhelyezhetni mindezt legális módon. Hogyan állunk most a szelektív hulladékgyűjtőknek a rendeltetésszerű használatával? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy főleg itt az utóbbi idők eseményeit figyelve a különböző internetes portálokon még mindig nem úgy, ahogy kellene. Ugye sok esetben lakossági nyomásra megszüntetett az önkormányzat szelektív hulladék lerakókat, pontosan azért, mert ezeket nem úgy használták, ahogy azt kellett volna, és mindenféle hulladékot odahordtak, tényleg az állati tetemektől elkezdve a különböző háztartási hulladékokig. Éppen ezért, hogy az ott lakók, a környékben lakóknak ne ezt kelljen bámulni és szagolni, megszüntetett az önkormányzat ilyen szelektív hulladéklerakó szigeteket. A megmaradtakon is sajnos továbbra is még megjelennek ilyen típusú hulladékok, annak ellenére, hogy próbálják a kollégáim ezt is ellenőrizni szúrópróbaszerűen. Természetesen állandóan nem állhatunk ott ezeken a helyeken. Szűk két percünk van, két téma, mert mind a kettő fontos. Térfigyelő rendszer. Van-e kézzel fogható haszna? Abszolút ezt meg tudom erősíteni, még ha ezt nem is szoktuk különösebben publikálni, de például el tudom mondani, hogy a tavalyi évben a rendőrség közel 40 esetben kért ki különböző eljárásokhoz, szabálysértés és büntető eljárásokhoz ilyen felvételeket, és ezek nagy részében egyébként eredményes nyomozás is zajlott. Abszolút így van. Már az idei évben is egyébként 4 esetben szolgáltattunk ilyen kamera felvételeket, az önkormányzat térfigyelő kamerái egyébként működnek rendeltetésszerűen. Ezeket igyekszünk minden évben egy picit bővíteni, illetőleg technológiailag fejleszteni. Ez az idei évben is elkülönítésre került a költségvetésbe, erre külön keret. És bízunk benne, hogy visszatartó erő lesz. Én biztos vagyok benne, hogy azért ez visszatartó erő. Végül, de nem utolsó sorban. Itt a tavasz esőzések, hólvadás, csapadékvízelvezetés, G1-es csatorna, pályázatok, fél perc a jegyző. Úgy igyekszem gyorsan mondani. Egy régi problémája Ceglédnek, hogy egy milyen fekvő településről beszélünk, és elég komoly belvíz van, úgyhogy ennek segítésére folyamatosan évek óta komoly pénzeszközöket rendel erre a célra az önkormányzat képviselőtestülete, és mindehhez jön hozzá, hogy tavalyi évben, vagy már azt megelőző év végén 120 millió forintot nyertünk pályázaton, illetőleg most adtunk be egy 280 millió forint környéki pályázatot.
szintén erre a célra. Itt például a tavalyi pályázat keretében a G1-es tározó már kotrásra került, és onnan biztos vagyok benne, hogy az idei csapadék is sokkal gyorsabban fog a Gerjén keresztül távozni a városból vagy a belvárosból, illetőleg az új pályázat keretében pedig megpróbálunk még olyan védműveket, átemelőket építeni, ami szintén azt szolgálja, hogy a csapadék víz, illetve a belvíz kikerüljön minél gyorsabban a városból. Dr. Nagy Lajos, köszönöm szépen, hogy nálunk lett. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.